Tavaly nyárig kell visszamennünk az időben. Az idei almahelyzet okai után kutatunk. Rekordtermés volt nem csak nálunk, hanem lényegében az egész Európai Unióban. Miután a gyümölcs iránti kereslet nem változott, a kínálat viszont 20-30%-kal nagyobb lett, hatalmas mennyiség halmozódott fel, ami miatt ősszel már 100%-os kihasználtsággal működtek a tárolók. A gondokat tetézte, hogy tavaly asszályos év volt. Ilyenkor rosszabb az alma tárolhatósága, emellett sok gazda megcsúszott a szedéssel. Túlérvesztették le a gyümölcsöt, amit szintén nehezebben lehet tárolni. A következő hónapokra sem túl jók a kilátások. Nagyjából úgy számolhatunk, hogy áprilistól júliusig még kb. 4 hónap van hátra az idei almapiacból. Ez alatt a 4 hónap alatt helyjel közel 40-50 ezer tonna étkezési almának lesz piaca, de bizonyos, hogy ennél jóval több, jelenlegi becsléseink szerint egy 80-100 ezer tonna alma van még a tárolókban, vagyis egy 30-50 ezer tonna az, amire jelenleg nem látszik piaci értékesítési lehetőség. A legtöbb nagyáruházban 300 és 350 forint között mozog az étkezési alma kilónkénti ára. Az akciós gyümölcsöt, ami az eladott tételek mintegy 3/4 200-250 forintért árulják. Ilyenkor ugyan kapnak a termelők egy kis minőségi engedményt, de eleve alacsonyabb áron szállítanak be. A közvetítőkön keresztül 40-60 forintos kilónkénti nettó áron tudják eladni a termést. Ez az étkezési alma előállításának önköltsége a betakarítással bezárólag, vagyis a többi csomagolási, válogatási, tárolási költség nettó veszteségként jelentkezik. Ilyen kiesés mellett kell elkezdeniük a termelőknek az idei évet, amely szintén tartogat veszélyeket. Az első fenyegető elem rögtön a következő napokban várható fagy, és május közepéig még nagyon sok minden történhet a fagy frontján, majd nyáron nagyon sok minden történhet az aszály és a jégeső vonatkozásában, és úgy kell egy tavalyi viszonylag nagy veszteséggel elkezdenünk idén gazdálkodni, hogy messze van még az őszi szüret, amire az almából bevételeket realizálhatunk. 5 évben egyszer szokott előfordulni, ami idén beindultak tavasszal az alma sűrítménygyártó léüzemek. Ezek árai szintén nagyon alacsonyak, kilónként 18-21 forintos nyomott áron vásárolják fel. Leginkább az étkezési almából megmaradt gyümölcsöt. Kimondottan léalma termelés már szinte nincs is. Így ezekben a létesítményekben inkább kármentés, mint profit termelés céljából viszik a termelők az almát. Ezeken azonban szintén óriási a veszteség, mivel a termelés költségeit a lassan fél éve tartó tárolás tetemes költségei is terhelik.